Bocsáss meg, Ginsburg. Igen, én is láttam nemzedékem legjobbjait, feltartott feje beleszimatolni a levegőbe, ahogy a kelet-európai kisvárosok izzadság szaga, az évszázadok óta poshadó szennyvíz, orfacsaró büdössége mögött megéreztük a távoli szélfúvást, a soha el nem jövő forradalom puskaporszagát, azt a sűrű, cédítő, összetéveszthetetlen illatot, amelytől mindannyian megrészegültünk. Majd amikor elmúlt ez a kábulat, láttam én is nemzedékem legjobbjait lerészegedni mindenféle pótléktól, bortól, verstől, szerelemtől, dicsőségtől, mert olyan volt itt is a vers, mint a világon bárhol, olyan volt a másnaposság, olyan volt a kételj, Ugyanúgy takarta el tőlünk a mindenséget egyetlen női ágyék, de ha a szemünket behunytuk, nyitva maradt a fülünk mégis, és ha a szerelem íze elárasztott minket, tovább tapogattuk ujjainkkal a külvilágot. Láttam a barátomat aznap, hogy kijött a börtönből és becsengetett hozzám, kölcsönkért egy táskarádiót, aztán egyedül halt meg egy fűtetlen vonatfülkében, és láttam a többieket is, akik halára itták magukat, és láttam azokat is, akik besúgók lettek, láttam nemzedékemet, tudom, kik voltak, és tudom, hogy mivé váltak. Igen, láttam én is nemzedékem legjobbjait, elgyávulni egy örökké valónak hitt egyenruhától, láttam, amint egyre ritkásabb fűrtjeiket átfésülik egyik oldalról a másikra, és láttam, hogy hányan belehaltak egy hangyaboly világ szörnyű magányába. Igen, nemzedékem legjobbjai voltak azok is, akik végül életben maradtak, és elfelejtették, hogy mire vártak, nem szaggatják fáról a cseresznyét, nem cseresznyéznek egy fáról a madarakkal, Jól érzik magukat a bolyhosházi kabátban, És ha azt a szót hallják, hogy szabadság, Legelőször a nyári vakációra gondolnak, Hosszan nézegetik a bedekkereket. Igen, már nemzedékem legjobbja is, Alig-alig néznek a csillagos égre, Nem írnak dühös verseket, Nem konspirálnak a zsarnok ellen, szakács műsort vezetnek a televízióban, nagy élvezettel teszik-veszik a serpenyőket, villámgyorsan szeletelik a hagymát és egy-egy incsiklandó falattal lenyűgözik a műsorba meghívott fiatal színésznőket, vagy az öregedő rockénekeseket. Igen, nemzedékem legjobbjai emlékeznek még arra a versre, amelyben nemzedékének legjobbjait siratja a költő, hiszen ifjúkorunk közös élménye volt ez, de azóta nem létező Isten nemzedékről nemzedékre felújított és újrahasznosított DNS-en megkopott bennünk, elfáradtak az ölükben elektromos gitárt ringató, torkuk szakadtából üvöltő, hosszúhajú kamaszok. Igen, nemzedékem legjobbjaiból miniszterek, államtitkárok, vezérigazgatók lettek, és hogy mostani álmaikat valóra váltsák, meg kellett tagadniuk hajdani álmaikat, és el kellett felejteniük, hogy mit ígértek a mára már hetet hét országon is túl sírdogáló, elhízott, viszeres lábú szerelmeiknek. Igen, Nemzedékem legjobbjai is megtanulták, hogy az elegáns szolgálati autókban a jobboldali hátsó ülés az övék, és érkezéskor természetesen megvárhatnák, amíg a gépkocsi vezető megkerüli az autót, és kinyitja nekik az ajtót, de nemzedékem legjobbjai a lelkük mélyén még tisztelik embertársaikat, hiszen erre szegődtek valamikor, és nem veszik igénybe a segítséget, hanem fürgén kiugornak és kezet nyújtanak az őket váró, ünneplőbe öltözött helyi hatalmasságoknak. Nemzedékem legjobbjai, ha akarnák, megértenék, hogy mit mondok. De nem akarják, mert elég bajuk van így is, reggeltől estig, estétől reggelig, és kár, hogy csak 24 órája van a napnak mert nemzedékem legjobbjai szeretnék ország és világ megváltó programjukat mielőbb gyakorlatba ültetni. Bocsásd meg nekünk, Ginsberg, hogy nem tudunk már üvölteni, és nem emlékszünk szavaid elviselhetetlen fényességére, el kellett fordulnunk tőled, hogy végképp megnevakuljunk és hihetetlenül messze van már a remény, hogy virággal le lehet győzni bármiféle hatalmat. Nem lehet legyőzni, drága Ginsberg. Én is láttam nemzedékem legjobbjait, egyesek megpróbálták és belepusztultak, vagy még idejében abba hagyták, mások viszont meg sem próbálták, hanem inkább legyőzhetetlenné váltak ők maguk, és nekik persze nem lehet megbocsátani, de megbocsátok én is, mit tehetnék az utánunk jövő nemzedékek legjobbjainak, akik még nem ültek asztalhoz a Gecsemáné kertben, hanem egymással beszélgetve várnak téged.